Október 23-ai műsorral készülnek a diákok. Nagyon nagy munka előzte meg, már rögtön évelején elkezdtük megírni a forgatókönyvet, énekekkel készültünk, szövegbetanulással, majd utána kezdtük színpadra vinni. A fejemben megszületett egy gondolat, ezt át kellett ültetni az ő fejükbe. Ez egy kicsit lassabban ment, én tudtam, hogy én mit szeretnék, ők ezt néha nehezen értették meg, de a végére összeállt, és most már maguktól rendeznek mindent, tudják, hogy kinek, mikor, hol a helye. És közben készültünk, meséltünk erről az időszakról. A gyerekek nem nagyon tudtak róla semmit. Megkérdeztem, ők nem tudták, hogy mi történt akkor, történelemből még nem tartanak ott. Úgyhogy rendhagyó osztályfőnöki óra keretében beszélgettünk róla, meséltem nekik. Most nézzük a Szabadságszerelem című filmet, hogy ezzel is egy kicsit átérezzék ezt az időszakot, ezeket a történéseket, ezeket az eseményeket, és azt gondolom, hogy most összeállt már náluk, úgyhogy bízom, hogy egy nagyon szép műsorral fogjuk tudni itt fogadni a közönséget. Üdv néked, ifjúság! Üdvözd légy, magyar nép! Ki lángol és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán, vad ágyugörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így a maga nevében, mint angyal, amikor a hasmáját fújja? Búzs igájának fájára írni hát, mint annyiszor a megsárgult az erőben vérrel és vassal terült a 1945 áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szövetcsapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Hogy zsarnokság van, az óvodákban, az apai tanácsban, az anyamosolyában. Tányérban és palázban, az otthon, az orban, a szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. S mert minden célban ott van. Ott van a hollapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban. Az országot felszabadító szovjet hadsereg megszállóként itt maradt. Emberek tízezreit vitték kényszermunkára a Szovjetunióba. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett. Megszűnt a több pártrendszer. Az újságokat, könyveket, filmeket szigorúan cenzurázták. Megszűnt a szabad véleménynyilvántás. A nem kívántos elemeket börtönbe zárták, megverték, kivégezték. Egyre nagyobb volt a szegénység, mérhetetlen volt az igazságtalanság. Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását, új kormányhagy Imre vezetésével, a sajtánul elítélt politikai foglyoknak amnesztiát, bűnös vezetők leváltását és bíróság előállítását, szabad többpárti választásokat, teljes vélemény szólás a sajtószabadságot, a Kossuth címer visszaállítását, szabad rádió. Március 15-e nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznapá nyilvánítása. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. Nem elég megborzogni, de lelkesedni kell. Nem elég fellebogni, de mindig égni kell. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címert. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Egy hazug világ.
Nagy Imre a parlament ablakából szólt a tömeghez. Nyugalomra intette őket, és hazatérésre szólította fel az embereket. A tömeg csalódott volt, és a rádió elé vonult. A rádiónál összegyűlt tömegben egyre inkább elszabadultak az indulatok. Az AVH a tömegbe lőtt, amit a tömeg viszonzott. Tűzharcra került a sor. Éjjel fegyveres felkelésé szélesedett a békésnek induló tüntetés. Másnap kitört a szabadságharc. Csendben osontam ki, tudtam jól, hogy nem mehetek. Nem vagyok hős, csak magyarul élek, erről meg nem tehetek. Szén a téren a halált néztem, Korvin közben nagyon féltem. Emlékszem az utcákon folyó vérre. Cella mélyén, a nem lét szélén, arra gondolok. Tudják-e majd, hogy ki voltam én, ha holnap majd meghalok? Azután, hogy fejbe lőnek, szöges dróttal összeköpnek, jobban félnek tőlem így, mint élek. Lehessen még magyar haza, soha ne vesszen el, írd a falra, hogy ruszkik haza, és tedd, amit tenned kell. Ha veszítünk még vagy 40 évig, esélyünk sem lesz, ne azt kérdezd, hogy honnan tudom, csak hidd nekem. Hígy nekem, ha szeretsz! Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Most már késő, ezrek vére folyt. Beleremeg, beleremeg a föld. Félelem ébred, szabadságán szakakoljon. Zúgó szél, széttörtelmünk lassan újraéled, tűz és vér. Hagytál, vérbe hagy, ezt mondtam. Budai hegyekből hideg szelek fújnak, felkelő bajtársam, induljunk az útnak. Ám előbb esküdjünk, esküdjünk az égre, hogy visszajövünk valamikor végleg, esküdjünk az égre. Elindultam szép hazám.
Itt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám, nagyapám, tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, tudták az életet, jó volt magyarnak lenni. Jött valamikor egy másik világ, jött az ötszemű rózsa, és jött a kormorán, lett egy nagy család, lesz mit elmesélni. Szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni. Legyen végre egy ország, szavakat kimondhatják, legyen végre egy nép, mert elmondhatja kínját, legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország, az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország.